A Bárdos László gimnáziumban minden tanévben megemlékeznek az intézmény névadójáról, az egykori kiváló pedagógusról. A szombati ünnepségen a tanulmányi versenyeken szép eredményeket elért diákokat és pedagógusokat is díjazták. A Bárdos nap egyrészt azért különleges nap, mert az immár 28 éves intézményünk hagyományos emléknapja. Ezen a napon névadónkra emlékezünk, a névadónk életútjának, nevezetesen ugye a halálának a napja ez, és ehhez az októberi naphoz igazítjuk az ünnepi eseményünket, a Bárdos napot, amely mindig egy nagyon az egész iskolát megmozgató interaktív akció, jelen esetben szaktárgyi, tudományos, népszerű tudományos, és másrészt pedig ügyességi sportvetélkedőket jelent, tehát tulajdonképpen egy nagy-nagy hát spartakiát, ha úgy tetszik, a diákok számára. Tantárgyi vetélkedőkben vettünk részt, a dökös diákok a lebonyolításban segítettek. Három szekcióban voltak a vetélkedők, az első az egy nyelvi vetélkedő, a második egy természettudományos, és a harmadik pedig a humán területet foglalta magában. Játékos, érdekes feladatokkal, keresztrejtvények, képrejtvények, ilyesmik. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt az évfordulónk kapcsán is tudunk erről is megemlékezni, illetve köszönhetjük egyrészt a Tatabányai Bányász Hagyományi Alapítvány jóvoltából Krajcsilovics Henrik néhai jó emlékű csiri tanár úr emlékalbumának az átadását, amivel megtisztelt bennünket az alapítvány, és dr. Csiszár István jóvoltából, valamint a művész özvegye és lánya, valamint Kövesdi Mónika művészeti történész jóvoltából ebben az ajándékban részesül az iskolánk. A Krajcsilovics Henrik műveiből összeállított kötet két példányát dr. Csiszár István, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át a gimnázium képviselőinek. Az ifjúság számára fontos, hogy ismerje azt a közeget, ahol él, ahol most tanul és ahol dolgozni fog. Ez kell a múltja. Ez kell a bányászat, kell a bányász, aminek az ábrázolását ebben a könyvben lehet látni. És ismerni kell azokat a kiválóságokat is, melyet ez a város kitermelt, akár bányász, akár orvos, akár festőművész. Figyelj te jól rám! Ha kérdi, kérsz a szendvicset, és azt mondod, hogy rendítsek, soha ne kérd rá ketchupot, mert lecsöpök.